60-70 millió forintot is kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek a kis településeken működtetnek kisboltokat, vagy azokon a helyeken, ahol nincs, újat nyitnak. A Magyar Falu Program keretében 2000 fő alatti településeken dolgozó vállalkozókat támogatják. A pályázaton indulni szándékozó vállalkozók azt mondják, hogy a 75%-os támogatás sokat lendíthet az induláson. Az ország egyik leghátrányosabb térségében az ormánság több településén tervez egy kisebb hálózatot életre hívni az állami támogatásból egy vállalkozói csoport. Mária Gyüdön már az üzlethelyiséget is kinézték maguknak, és itt már az árukészletet is elkezdték összeállítani. Már nem boltok lesznek ezek úgynevezett pontok, mi drávapontnak neveznénk el őket. Itt nem csak a terméket adjuk el, tehát nem csak az élelmiszert, az iparcikket, háztartási cikket próbáljuk eladni, hanem szolgáltatásokat is. Szűkített postai szolgáltatás, csomagpontok, gyógyszertáron kívül kapható gyógyszerek, előrefizető feltöltős kártyák. A program kormánybiztosa híradónknak azt mondta, hogy egyformán indulhatnak a pályázaton már működő és ezután boltot nyitó vállalkozások. Hogyha az alaphelyzetből indulunk ki, mondjuk egy induló vállalkozás esetében, ahol az összes jogcímen lehet támogatást igényelni, ott akár 60-70 millió forint támogatási összeg is elérhető négy tevékenységi formára, ingatlan vásárlásra, ingatlan korszerűsítésre, eszközök beszerzésére és működési támogatásra, bértámogatásra is lehet támogatást igényelni. Ezeknek a szummája érheti el ezt a 60-70 millió forintos összeget. A pályázaton egyelőre csak a 2000-nél kisebb lélekszámú településeken működő boltok indulhatnak, a nagyobb települések szélein működő kisboltok egyelőre nem kaphatnak támogatást. Nem tudjuk igénybe venni sajnos, mivel Nyíregyházához tartozunk, így meghaladjuk a 2000-es létszámot. Ezzel kapcsolatban a kormánybiztos azt mondta, hogy a támogatás népszerűségére utal, hogy egyre többen szeretnének a perem területeken is hasonló segítséget kapni, ezért már vizsgálják azt, hogy miként bővíthetik az érintettek körét. Jelenleg 45 milliárd forintos keretet biztosít a kormánya támogatásra.